A rétes liszthez hozzáadjuk a búzadarát, az élesztőt, a sót, a cukrot, majd 5 dl vízzel alaposan összedolgozzuk, hogy gyúrható állagú masszát kapjunk belőle. Letakarjuk konyharuhával, és körülbelül 5 percig kelni hagyjuk. Közben a mangalica kolbászt felszeleteljük, majd felkockázzuk a paradicsomot, apróra vágjuk a fokhagymát és a petrezselyemzöldet, majd a rukkola csírával együtt tányérra helyezzük a zöldségeket. A mekkel tésztát kisebb darabokra szedjük, lisztezett kézzel gombócokat formázunk belőlük, majd egyenletesen kilapogatjuk, ezután 220 fokra előmelegített sütőbe tesszük és megsütjük. A kisült lapokat megkenjük tejföllel, majd megszórjuk a kolbásszal.